Ezek a vádlottak elfogásáról készített rendőrségi felvételek, amelyeket 2015. februárjában tett közzé a rendőrség. A gyanú szerint az egyik cég ügyvezetőjeként tevékenykedő férfit elszámolási vita miatt rabolták el 2015. január 9-én vásáros majd három napig egy fővárosi szállodában mesztelenül tartották fogva. A rendőrök egy idegenrendészeti razzia keretében találtak rá az elrabolt férfira és három őrzőjére. A rendőrök akkor nyolc embert vettek őrizetbe. Ezek pedig már a büntető per keddi bírósági tárgyalásán készített felvételek. Az ügyészség gyanúja szerint az elrabolt férfinak az ügy elsőrendű vádlottjával volt elszámolási vitája, aki több mint 17 millió forintot követelt tőle. Miután ezt nem kapta meg, megkérte a többi vádlottat, hogy segítsenek neki a vállalkozó elrablásában. 2015. január 9-én az egyik vásáros naményi áruház parkolójába csalták a vállalkozót, akit autóba tuszkoltak, elvették a mobiltelefonját, majd a fővárosi szállodába vitték. Az ügynek összesen 15 vádlottja van, közülük heten jelentek meg a keddi tárgyaláson. A bíróság több tanút is meghallgatott, ítéletet később hoz a nyíregyházi törvényszék.